Kerekes székek, mankók, valamint több raklapnyi egészségügyi segédeszköz érkezett Beregszászra a németországi Ukrajna-Szárland-Berlin civil kezdeményezés gyűjtésének köszönhetően. A berlini szervezetben több Ukrajnából származó civil is tevékenykedik, köztük Tetyana Mühlen, aki Beregszászból települt ki és a háború kirobbanását követően azonnal a gyűjtés megszervezéséhez kezdett. Akciójának köszönhetően már az 5. szállítmány érkezett Kárpátaljára. Nagyon értékesnek tartom azt, hogy nagyon sok olyan beregszászi, aki életvitelszerűen már több éve, még a háborút megelőzően külföldön épített életét, segít Kárpátaljának, segít Ukrajnának, így Beregszásznak is. Mühlen Tetyana beregszászi lakos segítségével már több szállítmány érkezett meg, ezt is nagyon szépen köszönjük, és mozgáskorlátozottak számára is használható eszközöket kaptunk, gyermek és felnőtt pelenkákat, illetve tartós élelmiszert. Én nagyon biztatok a többi Beregszásztól távol élő, Beregszászban született testvérünket, hogy segítsen nekünk, óriási a segítségnyújtási vágy Európában, de nekem másképpen fontos az, hogyha a beregszászi segít a beregszászinak. A berlini székhelyű civil összefogás még márciusban kérte fel a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulását, hogy segítsenek a Kárpátaljára történő szállításban, majd pedig az adományok célterületekre való eljuttatásában. Több külföldi partnerrel dolgozunk együtt a határmenti önkormányzatok társulásával, de ezek a partnerek közül kiemelném Tetyana Mühlent, aki beregszászi születésű, de már évek óta kint él Németországban, és a háború első napjától kezdve felvette velünk a kapcsolatot azzal kapcsolatban, hogy szeretnének segíteni az itteni rászorulóknak. A mai napra nézve ez már az 5. kamionnyi adomány, amit Berlinből az ők önkéntes szervezetük küldött ide ki Ukrajnába és Kárpátaljára. Ezeknek a kamionoknak egy része általában az itteni önkormányzatok között és az itteni rászoruló karitatív szervezetek között voltak terítve, a másik része pedig általában mindig fele-fele arányba szoktuk elosztani, mert az ő kérésükre is, nem csak Kárpátalján, hanem Ukrajna számos más régiójában is segítünk. Az előző szállítmányokból jutott, vagyis sikerült koordinálásunknak köszönhetően elküldeni, kézbesíteni Bucsába, Kijev megyébe, Harkovba, Krivorokba és Dniproperetovskba. A mostani szállítmánynak egy része is Harkovba fog menni, a másik része pedig, ugye, amit a polgármester úr is említett, az Beregszászba érkezett meg, a beregszászi kórház számára, aminek óriási hasznát fogják venni majd a következőkben. Mi köszönjük szépen a németországi barátainknak az eddigi támogatást, és reményt fűzünk ahhoz, hogy a továbbiakban is sikeresen fogunk tudni együttműködni ahhoz, hogy segíteni tudjunk a rászorulókon. A most Beregszászra érkező egészségügyi segédeszközöket tartalmazó szállítmány közel fele annak a kamionnak, amelyet a berliniek küldtek. A másik részét, ami főként tartós élelmiszereket tartalmaz, a KHÖT a napokban fogja továbbítani Harkivba és más kelet-ukrajnai városokba.